balesetmentesen zajlott az idei Minden Szentek ünnepe a temetőkben és környékén. Az ilyenkor előforduló bűncselekményekre nem volt példa a vármegyében, mondta Komlósi Nékis Anett, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Tolna vármegyében a temetők, illetve azok környékéről nem érkezett bejelentés, hogy akár sérüléses baleset, vagy egyéb baleset történt volna, illetve nem törtek fel autót, és nem loptak el értékeket a temetők környékéről, illetve a temetőknél megemlékező személyektől sem. Az ünnephez kapcsolódó szabályszegések, bűncselekmények nem történtek, az utakon azonban intézkedniük kellett a hatóságoknak, mondta a szóvivő. A kollégáink két olyan sofőrrel szemben is intézkedtek, akik a vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztottak. Egyiküket a 65-ös főúton ellenőrizték munkatársaim, a 39 éves férfivel szemben alkalmazott légalkoholmérő nem haladta meg a bűncselekményi értékhatárt, így a sofőrnek 39 ezer forint közigazgatási bírságot kell megfizetnie, és 6 közlekedési büntetőpontot is kapott. Az ünnephez kapcsolódó tűz esetekre sem volt példa a térségben, erősítette meg a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.